Ebben a budapesti pénzváltóban ma majdnem 342 forintot kértek egy euróért. Az árfolyam ismét negatív rekordot döntött. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a koronavírus miatti piaci feszültség a részvénypiacokat és a feltörekvő piacok devizáit is megviselte. Ezek gyengítették a forintot az elmúlt napokban, és ennek volt köszönhető az, hogy ma reggel ismét történelmi mélypontra gyengült az euróval szemben a forint. Most éppen 340,6-nál volt ez a történelmi mélypont. A koronavírusról Orbán Viktor is beszélt szokásos rádióinterjújában. Azt mondta, készülnek arra, hogy Magyarországon is lesz megbetegedés. Lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni, ezért kellő óvatossággal, de ki kell mondanom, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a vírus megjelenik Magyarországon is. A miniszterelnök szerint fel vannak készülve a védekezésre és a járvány kezelésére. Úgy fogalmazott, egy világméretű járvány kibontakozásának előestéjén vagyunk, ezért mindenkinek be kell tartani például azt a kérést, hogy ne utazzon fertőzött területre. Orbán Viktor szerint a magyar egészségügyi, különösen az ilyen típusú fertőzések kezelésével foglalkozó szakembergárda nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő. Bízzunk az orvosainkban, bízzunk a rendőrségünkben, bízzunk a hatósági emberekben, és azt kell, hogy bennem is bízzanak, amikor fontos információ keletkezik, azt a magyar emberek azonnal meg fogják tudni. A demokratikus koalíció viszont nincs megelégedve a kormány felkészültségével. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy a kormányzati kommunikációra biztosított 150 milliárd forintból csoportosítsanak át a koronavírus elleni védekezésre. A Fidesz ezekből a propaganda pénzekből hosszú évek óta harcol kitalált ellenségekkel, legyen szó Brüsszelről vagy Sorosról. Most először azonban lehetősége van arra, hogy egy valós ellenféllel vegye fel a versenyt, egy valós ellenféllel veszéllyel küzdjön meg. A DK szerint 24 milliárd forintból fel lehetne készíteni a közintézményeket, iskolákat, kollégiumokat, idős otthonokat, óvodákat és kormányhivatalokat a védekezésre.